Magas a vízállás a Dunán, nincsenek még a lárvák kikeléséhez ideális pocsolyák, vizes területek, így a szárcsabárkán dolgozók mindennapjait sem keserítik még meg a szúnyogok. Általában reggel 7-kor kezdünk, délig utána 1-től 5 óráig, de szúnyoggal még eddig, ez idáig még abszolút nem találkoztunk. A dunai ár várhatóan néhány nap alatt levonul, de a vízállás mellett az időjárás is nagyban befolyásolja, hogy a nyarunk vérszívómentes lesz-e. Az előrejelzés azt mondja, nyárra meg iszonyú nagy meleget mond, még állítólag melegebb lesz, mint a jövő év, vagy a múlt évi volt. Tehát ilyen 38-40 fokokat. Akkor elemben, ha ilyen meleg van, nem lesz nagy víz, akkor biztos, hogy kevesebb lesz a szúnyog. Az előrejelzésektől függetlenül az önkormányzat készül a védekezésre. A DC Dunakon Plus Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 2,5 millió forintot különítettek el szúnyogírtásra. A 2016-ra olyan szerződést kötöttünk szúnyogírtás kapcsán az önkormányzattal, hogy szükség esetén kimondottan földi melegkötképzős írtást végeznénk 6 alkalommal. Erre a pénzügyi keretet biztosított az önkormányzat, ez mintegy 2,5 millió forint, de ez úgy szokott működni az elmúlt évek kapcsán, hogy felmérések, jelzések alapján akkor írtunk szúnyogot, amikor megjelennek a szúnyogok. Ez idáig tudomásom szerint, tehát semmiféle jelzés nem érkezett abban az irányba, hogy kellene írtanunk szúnyogot, tehát magyarul nincs szúnyog. De amint szükséges lesz, azonnal elindul a földi gyérítés előkészítése, tájékoztatják a lakosságot és a méhészeket az akció időpontjáról. A légiírtással kapcsolatos idei tervekről még nem értesítették az önkormányzatot. Az elmúlt 2 évben az állam finanszírozta és koordinálta ezt a feladatot. Úgy döntött az önkormányzat a szerződéskötés alkalmával, hogy valószínűleg talán az idén is lesz központi szúnyogírtás, amiről jelenleg még én nem tudok, ezért nem tervezünk be, ha esetleg szükséges, akkor természetesen az önkormányzattal egyeztetve rendelkezésre bocsájtanak erre a feladatra is forrásokat. A kertekben, parkokban is csak egy-egy szúnyog dünnyög még. Nagyobb számú megjelenésükre a tapasztalatok szerint talán június végén számíthatunk. A védekezésre, függetlenül a központi gyérítő akcióktól, még mindig ott lesz a jól bevált szúnyogháló és a riasztószerek.